A SZIP program 2015-ös indulása óta a 2018 végéig kiépített 500 ezer új végponttal együtt Magyarországon immáron 2,8 millió háztartásban érhető el a szélessávú vezetékes internet. A program idén januárban indult, második szakaszában pedig hétről hétre újabb beruházások átadása valósul meg. A program jelentős 150 milliárd forintos fejlesztés jelent az országban. A fejlesztést kétfajta kormányzati intézkedés is segítette, a forrásbiztosítás és a jogi akadálymentesítés. Két település esetében adtuk át ünnepélyesen a szupergyors internetet, Hajdú, Hatház, illetve Bocskai kert települések esetében. Ez egy teljesen más dimenziót nyitott, hiszen jelentősen meg tudtuk növelni a sávszélességet. Itt nem csak a program minimális 30 megabit per szekundumos sávszélességét, hanem optikai hálózatot tudtunk az egyik településen 99%-ban, a másik település esetében 100%-ban építeni. Ez óriási lehetőséget jelent. Azt mindenki látja, mindenki tapasztalja, mert egyre többen használnak családokban, a háztartásokban több eszközt egy időben. Ehhez az kell, hogy nagyobb sávszélesség legyen, gyorsabb legyen az internet, és azt is látjuk, hogy a tartalmak is úgy bővülnek, nőnek a neten a letölthető tartalmak, amelyek ezt igénylik, és a lakosság igény. A helyes kormányzati válasz az az, hogy jelentős fejlesztéseket hajtunk végre ezen a területen. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az új internet végpontok a SZIP 2.0 program által előnyben részesített optikai hálózat technológiával épültek ki. A program egyik célja, hogy másodpercenként legalább 100 megabit sávszélességű, lehetőleg gigabit képes elsősorban optikai hálózatok épüljenek, amelyek az Unió digitális menetrendjében megfogalmazott stratégiai céloknak is megfelelnek. Tasó László, a térség országgyűlési képviselője az eseményen rámutatott, a magyar gazdaság ereje lehetővé teszi, hogy az ország egész területén esélyt adjunk a felzárkózásra és a továbblépésre, amit a Hajdú-Bihar megyei 3-as számú választókerület 16 településén kiépítésre kerülő internetszolgáltatási végpontfejlesztési program is igazol. Fontos üzenet a magyar kormány részéről, hogy mindenki fontos Magyarországon, minden településen és minden lakónak szeretnénk megadni azt a lehetőséget, amit Budapesten elérhetővé teszünk az emberek számára. Ezzel azt mutatjuk, hogy vagyunk már abban a formában és erőben, hogy tudjunk segíteni, mert a magyar gazdaság működik, a magyar modell él, és valóságos, és nekünk ez fontos, hogy minden magyar ember érezze is. A célunk az, hogy az ilyen alapvető infrastruktúrát, aminek már számít a 30 megabites internet, minden településen, minden családhoz eljuttassuk, és ebben eléggé jól haladunk. Ez a beruházási szakasz, amit most adtunk át, ez azt is jelentette egyben, hogy az első járása Magyarországnak, a Hajdú-Hatházi járása, ahol minden települése, minden lakó elérheti ezt a sebességű internet kapcsolatot. Azt gondolom, hogy ez az út, ez a jelen és már ez a jövő is egyértelműen, amely azt jelenti, hogyha a magyar ember esélyt kap, lehetőséget, akkor tud vele élni, tovább lépni, tud erősödni, ebben vagyunk érdekeltek. Csáfordi Dénes, Hajdú-Hatház polgármestere kijelentette, hogy településük számára óriási jelentőségű, hogy a felgyorsult világban, melyben az információ gyors áramlása és a szükséges információk gyors elérése talán mindennél fontosabb, elérhetővé vált minden háztartás számára a szélessávú internet szolgáltatás. A település és az itt élő emberek versenyképessége szempontjából nélkülözhetetlen fejlesztés valósult meg Hajdú-Hatházon és Bocskai kertben.